Svédországban a jogi mesterképzés első óráján, az első óra első felében a kritikus gondolkodásról, mint kompetenciáról van szó. Ez ott egyébként a tananyag részét képezi. 2014-ben én is ott ültem az első sorok egyikében, és hát nem nagyon figyeltem oda. Nem teljesen értettem, hogy jön ez ide. Miért beszélünk erről ilyen mélyen? Kicsit úgy voltam vele, hogy haladjunk már, térjünk a lényegre, mégiscsak egy jogi mesterképzésen ülünk. Visszagondolva én is értem, hogy mennyire megmosolyogtató a naivságom, de kérlek, nézzétek el nekem, ezt megelőzően ugyanis, és akkor már volt egy jogi diplomám, tehát én 5 évet eltöltöttem már a felsőoktatásban, soha nem hallottam oktatót a tananyag keretein belül kompetenciákról ennyire kiemelten, ennyire fókuszáltan beszélni. És ezt követően is hosszú éveknek kellett eltelnie, mire egyáltalán a kompetencia szó újra szembe jött velem, és elgondolkoztam azon, hogy miért nem hallok én erről gyakrabban. 2018-ban járunk, 2 jogi diplomával és egy pályahagyással a hátam mögött. Én jogászként kezdtem el dolgozni, de voltam olimpiai pályázaton tanácsadó, dolgoztam multinacionális cégeknél, sőt, még kommunikációval is foglalkoztam egy rövid ideig, így elmondhatom, hogy egyébként elég sok mindenbe beleláttam, amúgy is egy nyitott és kívásokat kedvelő embernek vallom magam, azonban 2018-ban megszületett a kisfiam, na és hát ott a kihívásoknak egy teljesen új szintjével sikerült megismerkednem. Minden friss szülő tudatosan vagy tudat alatt, de egész biztosan felmerülő kérdései kezdtek eljönni a fejembe. Én, mint szülő, mit adhatok át a gyereknek? Hogy lesz neki jobb, hogy lesz neki könnyebb? Mire egyáltalán milyen tudásra van szüksége egy gyereknek a 21. században? Szülőknek ismerős lehet a következő kép is. Otthon ülök, a gyerek végre elaludt, úgyhogy én nyugodtan pörgethetem a telefonomat, és ekkor jött velem szembe újra a kompetencia szó. 2016-ban a Világgazdasági Fórum összefoglalta azt a tudást, amire a gyerekeknek szüksége van a 21. században. 12 kompetenciát határozott meg, köztük a már korábban említett kritikus gondolkodást, problémamegoldás, kreativitás, kitartás, együttműködés, szociális és kulturális nyitottság, kíváncsiság. Emlékszem, hogy ülök ott, és azon gondolkozom, hogy hogy lehet, hogy én nem hallok erről sokkal több helyről? Miért nem beszélnek erről sokkal többen? És a legnehezebb kérdés, hogyha én szülőként nem vagyok tisztában ezeknek a súlyával, ezeknek a fontosságával a jövőben, akkor hogy adom át azt a gyereknek? Ezt követően azért már egyre tudatosabb voltam, egyre több olyan cikket kerestem, olyan személyiségjegyekről, magatartási jegyekről, hozzáállásról olvashattam, ami a témához kapcsolódik. Itt olyan cikkekre gondoljatok, mint hogy talán az érzelmi intelligencia az új szupererő, miért fontos a kíváncsiság, hogyan tudom kitartóvá nevelni a gyereket. Na de hogyan folytatódott az én történetem? Megint ugrunk az időben, most már 2021-ben járunk. A második gyerekem is elmúlt 1 éves, és én azért ilyenkor már nagyon szerettem volna visszamenni dolgozni. Ennek azonban volt egy akadálya. Mi Szegedre költöztünk. És a legtöbb olyan pozíció, amiben én forogtam előtte, az Budapesten volt elérhető. Én ezen azért egy kicsit aggódtam, és visszagondolva valószínűleg a kelleténél egy kicsit többet ventiláltam erről a baráti társaságomban, mire egy nagyon közeli barátnőm ezt megunta, és azt mondta, hogy mi lenne, ha nem csak panaszkodnál, hanem csinálnál is valamit. Zárójelben megjegyzem, nem a panaszkodás szót használta. Ez konkrétan úgy hangzott, hogy nyisd ki azt az üzleti magazint, és ha tetszik valami, írj nekik. Hát én ezt csináltam, és akkor jött velem szembe az Edison Platform. Na és nekem ez volt a váltás. Első oldalon a kompetencia szó, iránytű a szülőknek a 21. század kihívásaihoz. Segítség, hogy tudd, mire van szüksége a gyereknek egy sikeresebb, egy boldogabb jövőhöz. Én megfogadtam a barátnőm tanácsát, és írtam nekik egy e-mailt, amire másnap jött egy válasz, és ahogy mondani szokták, már a többi történelem, Ennek lassan 3 éve, és most úgy állhatok itt ezen a színpadon, mint az Edison Platform operatív vezetője. Nagyon érdekes egyébként a mai fejemmel visszagondolni az elmúlt pár évre. Ahogy kerestem, kutattam, hogy kell jó szülőnek lenni, mit kell átadni a gyereknek, és hát mint minden friss szülő mit csináltam, elolvastam legalább 500 cikket, totálisan összekavarva saját magamat, holott ezeknek a kompetenciáknak a tudása, a gyakorlata megvolt a történetemben. Hát egy karrierváltáshoz alkalmazkodó készségre, rugalmasságra van szükség. Ez egyike az előbb említett kompetenciáknak. Sőt, rugalmas voltam akkor is, amikor megírtam azt az e-mailt teljesen ismeretlenül. Tényleg a lehetetlen lehetőség 160 kilométerről írni, mert olvastál róluk egy cikket. Ezt nevezik kezdeményező készségnek. És akkor sem estem kétségbe, amikor papíron tényleg a számomra legmegfelelőbb pozíciók a fővárosban voltak elérhetők, tettem érte, vagyis ellene, ez pedig a probléma megoldás. Szintén egyike az itt látható kompetenciáknak. Ezzel a kis történettel csak azt szeretném nektek bemutatni, hogy a kompetenciák megvannak az emberek történeteiben, az életeseményeitekben. Ezeket nagyrészt mi a legtöbbünk esetében nem a nulláról kell felhúzni, ezeket erősíteni, tudatosítanunk kell magunkban. És azért elsősorban magunkban, mert ha mi szülők tisztába kerülünk ezeknek a súlyával, ezeknek a fontosságával, na akkor tudjuk ezt átadni a gyerekeinknek. Különben ott tartunk, hogy 35 éves komoly vezetők kócsok segítségével sajátítják el az úgynevezett 5 miért kérdés technikáját. Ez ugye azt jelenti, hogy folyamatosan teszik fel a miért kérdést, amíg el nem jutnak a probléma gyökeréig. Egy sor fontos kompetenciát erősítenek: kíváncsiság, probléma megoldás és félreértés ne essék. Ez egy nagyon hatékony eszköz. Csak az a különbség a 35 éves felsővezető és az 5 éves gyerek között, hogy az 5 éves gyerek ezt ösztönösen csinálja. Hát nem kell szülőnek lenni, tudjuk, hogy egy gyerek naponta 25-ször teszi fel körülbelül a miért kérdést. De kérdem én, mi történik ebben a 30 évben? Miért van az, hogy a legtöbb készségünk, képességünk egyébként erősödik az éveink előrehaladtával? Ezek miért nem? És mi lenne, ha a gyerekkorban zsigeri szinten meglévő kompetenciák nem elhalványodnának, hanem még ott a szülői segítséggel rájuk erősítenénk? Miért megy ez nekünk nehezen? Miért idegenkedünk ettől? Szülőként hallom most a fejekben húzódó kérdéseket. Szuper! Nem elég, hogy minden áldott nap én tartom életben a gyereket. Ez megint egy új dolog, amire most oda kell figyelni. Ezt még nem hallottam. Nagyszerű. Ez megint egy felelősség, megint az én vállalmom. Teljes mértékben megértelek titeket. Főleg úgy, hogy az alapmindsetünk sem feltétlenül nyitott erre. A Magyarországon felnövő, a Magyarországon szocializálódott emberek azért nem a nyitottságunkról vagyunk híresek. Inkább óvunk, védünk, a gyerekeinket is inkább megóvnánk, semmint, hogy kihívások elé állítanánk őket. Mindjárt hozok erre pár példát. Abban meg tudunk ugye egyezni, hogy a közmondások, azok nagyon az alapjait képezik egy társadalomnak. Nagyon beszédesek a kultúrájáról, nagyon beszédesek a gondolkodásmódjáról. Nézzük meg most itt együtt közösen a leggyakrabban használt magyar közmondásokat. Nézzük meg, mi jut róluk eszünkbe, és hogyan kapcsolódnak ezek a kompetenciákhoz. Kíváncsiság. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Kommunikáció. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Kezdeményezőkészség. Van tippetek? Járt utat, járatlanira el ne hagy. Önbizalom. Itt most 2-t is hoztam nektek. Jobb félni, mint megijedni. De hogy fokozzuk, a baj nem jár egyedül. Szociális és kulturális nyitottság. Messziről jött ember. Azt mond, amit akar. Kitartás. Ár ellen nehéz úszni. Ez csak 6. Aközül a 12 kompetencia közül, amit a Világgazdasági Fórum kritikusan fontosnak tart a gyerekeink jövőjét illetően. Azok, amikben meg kell erősítenünk a gyerekeket azért, hogy könnyebben tudják állni azokat a kihívásokat, amik jönnek. Mert ezek jönnek. Azt, hogy egy mai általános iskoláskorú gyerekek közül 3-ból 2 olyan munkahelyen fog dolgozni, ami éppen, hogy kialakulóban van, vagy még nem is létezik, ez egy elég közismert prognózis. 10, maximum 15 évről beszélünk. De még csak ennyire se rohanjunk előre, hát kicsit gondoljunk már magunkra is. Itt vagyunk mi felnőttek, hát ezek a változások minket is érintenek. Én még jó eséllyel minimum 30 évig a munkaerőpiacon leszek. Ezért kritikusan fontos, hogy szülőként saját magunkat is felvértezzük ezeknek a kompetenciáknak a tudásával. Ehhez ugyanis egy ilyen gyorsan változó, egy állandóan átalakuló világnak a lekövetéséhez, önbizalomra, kitartásra, együttműködésre, nyitottságra, vagy például kritikus gondolkodásra van szükség. És ezt kell nekünk átadnunk a gyerekeinknek. Hallom a következő gondolatot is. Oké, értem, de most mit csináljak? Nagyon sok eszközötök van. Otthon is, de képzeljétek el, hogy a lakásotokon kívül is. Magyarországon ugyanis egészen elképesztő szervezetek vannak, akik innovatív módszerrel észrevétlenül erősítik ezeket a kompetenciákat a gyerekeknél. Csak én 240-ért tudnék felsorolni. Ugyanis az Edison platformmal és szakértőinkkel együtt az elmúlt 6 évben évente összegyűjtöttük azokat a kezdeményezéseket, programokat, akik észrevétlenül erősítik ezeket a gyerekekben. Tegyük fel például, hogy a kisfiatok imád legózni. Számos olyan programunk van, akik a legők közé egész kihívásokat, robotépítést terveztek, miközben észrevétlenül erősítik 5 éveseknél a probléma megoldást, a kreativitást, vagy például a kritikus gondolkodást. Aggódtok a digitális tartalmak miatt, amik totál szüretlenül elárasztják a gyereket? Hát jól teszitek, egyébként én is aggódom, de ez nem azt jelenti, hogy eszköztelenek vagytok. Tanítsuk a gyereket kritikusan gondolkozni egészen pici korától. Miért nem vonjuk be őket alapvető családi döntésekbe? Kérdezzük meg a véleményét. Legyen természetes egy pró-kontra érvelés, például egy nyaralási helyszín kiválasztásakor. Vagy az egész piciktől kérdezzük meg, hogy mit szeretnek, vagy mit nem szeretnek a kedvenc mesehősükben. Vagy írassátok be őket egy gyerekeknek szóló médiatudatosság foglalkozásra, ahol konkrét eszközöket fognak kapni a fake newsok, azaz az álhírek kiszűrésére. Igen, ilyen szervezetek is vannak az Edison Platform programjai között. Ahogy én megtaláltam ezeket a kompetenciákat a saját történetemben, higgyétek el, ez számos egyéb életeseményben ott van. Tudom, hogy elsőre kicsit idegen, de távoli, de ha a saját történeteteket nézitek meg, közelebb tudjátok hozni magatokhoz. Hozzatok életszerű példát, és meséljétek el a gyereknek. Egyrészt azért, mert abból tanul a legjobban, másrészt pedig azért, mert így tudjátok ti is magatok felé jobban tudatosítani. Mikor voltatok például egy igen nehéz helyzetben utoljára kitartóak? Mi történt, és hova jutottatok így el? Milyen volt egy teljesen vegyes kultúrájú Erasmus programban részt venni annó az egyetemen? Vagy milyen akadályba ütköztetek a vállalkozásotoknál? Mi történt? Mondjátok el az életkorának megfelelően. Vegyétek észre, ha már 2 órája rakja ki kitartóan azt a 200 darabos puzzle-t. Támogassátok, ha ki szeretne próbálni egy új dolgot, még akkor is, ha nagyon fura. És biztossátok, hogy nyugodtan menjen oda az eltérő fejlődésű kisgyerekhez, és vonja be őt a csapatjátékba. Lényegében egy mindset váltáson fogtok így keresztül menni, ahol végre mindenki a jó tulajdonságára fog fókuszálni. És nagyon szépen kérlek titeket, soha többet nem mondjátok azt a gyerekeknek, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. Köszönöm szépen a figyelmet.